Egy aláírás a névnél, és már át is vehette a karácsonyra összeállított csomagját Elek Sándorné Szekszárd polgármesterétől. Én most vagyok először, mert eddig mindig csak úgy hallottam, mondom, akkor én is megpróbálom, és akkor jelentkeztem telefonon, és most itt vagyok. Jó, nagyon-nagyon ötletes dolognak tartom. Pedig sokan nem először jöttek. A város tavaly kedveskedett először így a helyi nyugdíjasoknak. Szekszárdon 8800 szépkorú él. Közülük előzetesen több mint 3700-an regisztráltak. Ez nagyjából 500 fővel több, mint tavaly. Azért lehet érezni a súlyát. Idén sokkal nagyobb csomagokat sikerült összeállítani, mint egy évvel ezelőtt. Ezt mondta Ács Rezső Szekszárd polgármestere. A szatyrokba tartós élelmiszerek mellett például kávé és édesség is került. Összesen 10 féle terméket kaptak azok, akik előzetesen regisztráltak. Erre azért volt szükség, mert az ajándékokat a város a saját költségvetéséből vásárolta, és nem akartak többet venni, mint amennyire igény van. A 3700 regisztráltból eddig kb. 2700-2800-an vitték el, még péntekig zajlik a csomagosztás, tehát szépen ütemezetten péntekig mindenki meg fog kapni a csomagját. Annyi történt még, hogy néhányan jelezték, hogy valamilyen okból kifolyólag nem tudtak regisztrálni, senkit nem küldtünk el. Őket utólagosan regisztráltuk, és a pénteki nap végén ők is meg fogják kapni a csomagjaikat. A szépkorúaknak szánt karácsonyi ajándék csomagokat tehát péntekig lehet átvenni Szekszárdon.